Miután Grúzia volt elnöke lesoványodva, súlyos betegen jelent meg videókapcsolaton bírósági meghallgatására Tbilisiben, az ukrán elnök hazarendelte az ország nagykövetét konzultációra. Mihail Szákásvili egészségi állapota drámaian romlott azóta, hogy 50 napos éhségsztrájkkal tiltakozott a hatalommal való visszaélés vágyával indított pere ellen. Ukrán állampolgársága is van, és Volodymyr Zelenszky szövetségese. Utasítottam Ukrajna külügyminiszterét, hogy kéresse be Grúzia ukrajnai nagykövetét, fejezze ki tiltakozásunkat, és javasolja neki, hogy a következő 48 órában hagyja el Ukrajnát, hogy konzultáljon saját kormányával. Ismét felszólítom a grúz hatóságokat, hogy szállítsák Ukrajnába Mihail Szákásvilit a szükséges kezelés és ápolás céljából, mondta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Szákásvilit 2021-ben tartóztatták le, amikor visszatért Ukrajnából, ahol második elnöki ciklusa vége óta élt. Azt állítja, hogy az ellene felhozott vádak politikai indíttatásúak, a hatóságok Moszkva kedvében akarnak járni. Az EU és az Egyesült Államok is aggodalmának adott hangot egészségi állapota miatt.